Pillanatnyi érzések, gondolatok elevenedtek meg azon a tárlaton, amely szerdán nyílt meg az Aranybulla könyvtárban. Szackerné Piroska festmény és kerámia kiállításának középpontjában ezúttal a szeretet áll. Az alkotó elárulta, már évek óta készít kis plasztikákat, ékszereket és szobrokat, amelyek témáját mindig az aktuális hangulata határozza meg. Nagyon szeretem az agyagot, meg nagyon szeretek festeni. Az embernek jön egy ötlete, dolgozom rajta, mert hónapokig dolgozom én ezeken a témákon, és akkor egyszer csak fogom az agyagot, vagy fogom az ecsetet, vagy a ceruzát, és elkészítem. A megnyitón közreműködött Regős Gréta és Visnyei Beron Cecília, akik hegedű előadásokkal örvendeztették meg a közönséget. A látogatók között volt olyan, aki évek óta jó barátságot ápol a képzőművésszel, és úgy véli, minden egyes kiállítását a megújulás jellemzi. Mindegyik különleges. Hát van benne valami misztikum, valami különlegesség, amit ugye minden nap nem fog találni, látni. Tehát ezek valami, tehát az ő hangulatát idézik, vagy éppenséggel szerintem az akkori pszichéjét, vagy bármi más. Tehát önmagát adja benne. Minden alkotásban van valami fantasztikus. A Szeretett Lélek Hangjai című tárlat május 10-éig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében, ahol mesekuckó foglalkozással és családi társassal is készülnek a szervezők a következő hétvégére.